Tűzoltókocsi gördült be ma délelőtt Nyíregyházán a József András Oktatókórház gyermekosztályához, majd az emelőkosárral a magasba emelkedtek a tűzoltók. De nem tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait, és nem is gyakorlatozni érkeztek az egészségügyi intézménybe. Egy különleges meglepetéssel készültek a beteg gyerekeknek, egészen egyedi módját választva az ajándékok átadásának. Ezt a gépezetes tolólétrát, amely a magasból akár ugye életeket is tud menteni, egy jótékonysági segítségkéréshez hívták ide a József András Oktatókórházba, egészen pontosan a harmadik emeleten lévő gyerekosztály lakóit látogatják meg, az adomány eljuttatásához kérték a tűzoltók segítségét. A segítségnyújtás pedig a tűzoltóság számára nem csupán a hétköznapi munkában fontos. A tűzoltók pedig, ha a gyerekekről van szó, akkor ugye előtérbe helyezik őket, hiszen akár egy közúti balesetnél, a beavatkozásnál mindig megérinti jobban a beavatkozó állományt a gyerekek jelenléte, de most egy örömteli pillanatban pedig az ajándék eljutatásában tudnak segíteni. A József András Oktatókórház évek óta jó kapcsolatot ápol a nyíregyházi hivatásos tűzoltókkal, akik számos gyakorlatot is tartottak már az intézményben. Az idei az első alkalom, hogy a beteg gyermekek karácsonyi készületében is segítenek. A kisgyerekek mindig érzékeny téma, nekünk orvosoknak is érzékeny téma. Én azt szoktam mondani, ezek a kis harcosok, mert ők harcosok, harcolnak az életükért és harcolnak az egészségükért. Példamutatást tudnak nyújtani itt most a katasztrófa, akik szintén harcolnak a mi életünkért. Úgyhogy én azt gondolom, amikor emögött a dolog miatt a szeretet áll, akkor így most karácsonytájén ettől szebb ajándékot nem is kaphatnánk. A nyíregyházi tűzoltók nem csak a kórházban kapcsolódtak be a karácsonyi készületbe, többek között oktatási intézményekben is segítkeztek, illetve a megyeszékhely karácsonyfájának felállításában is közreműködtek. A József András Oktatókórház pedig a tűzoltókon kívül további meglepetésekkel, apró ajándékokkal és karácsonyfával próbálja szebbé varázsolni azon gyermekek karácsonyát, akik az intézményben kényszerülnek tölteni az ünnepeket.